Polgármester asszonyok, alelnök úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Ez a mai nap, ez a mai program arról szól, hogy az alsó Ipoly mente mentén élőknek, az itt lévő településeknek lehetőséget akartunk teremteni, és teremtettünk. Olyan lehetőséget, amely az itt felhalmozódott problémák megoldására ad némi gyógyírt, némi segítséget, és olyan területeket céloz meg, amelyek itt most olyan problémákat okoznak, amelyeket megoldást kell találni. Ez a munkanélküliség problémája, az elöregedés problémája, azokat a munkavállalókat, akiknek nincs megfelelő szaktudása, valamilyen módon be kell vonnunk a munkavilágába, és ehhez kerestünk olyan programokat, olyan ügyeket, amelyek mentén ez megoldható, vagy legalábbis elkezdődik egy folyamat. Ennek az eszköze volt az Interreg, a Szlovák-Magyar Operatív Programban ez a bizonyos Restart program. Ez több mindent tartalmaz, olyan dolgokat, amelyek egyrészt a építés, tehát a hard részét is megteremtik, a potenciált teremtenek, és a soft részét is, ahol a tudást, a továbbképzést tudjuk előállítani, elősegíteni. Az itt vagyunk Szobon éppen, mert itt a mögöttünk lévő épület átalakítása az egyik nagyon fontos, emblematikus része ennek a történetnek, ahol egy szociális otthon kialakítására teremtődik meg a lehetőség, ahol 21 néhány ember elhelyezését fogják megoldani, és a többi beruházás is ehhez kapcsolódik majd bizonyos értelemben. És szlovák oldalon is fog épülni egy szociális otthon. Ennek a kiszolgálását olyan módon szeretnénk megoldani, hogy Kemencén egy ezt kiszolgáló tisztító üzemet hozunk létre, Bencebarátiban egy ezt a részt kiszolgáló konyhát fogunk felújítani és működésbe hozni. És ennek a szakmai ellátottságát pedig továbbképzésekkel fogjuk megoldani, amely részben itt lesz Szobon, részben pedig a Felvidéken. Ezek olyan ügyek, amelyek az időskorúakat támogatják, az alkonygazdaság részei, de mi szeretnénk olyan ügyeket is felvállalni, amelyek a turizmus, tehát egy tovább lépési lehetőséget teremtenek meg, és a turizmus egy pont egy ilyen terület. Szerintem az ország legszebb része az Ipoly völgye és a Börzsöny, és nekünk ezt ki kell használni. Ezért nagyon sok munkánk van abban, hogy elkészül, most már reméljük hamarosan, a Helenba és Ipoly Damást között a híd, hiszen már értékelik a pályázatokat, és van megfelelő ajánlat. És ez olyan kapcsolatot teremt, amire alapozva Párkány és Ipoly Damás között kialakítható egy kerékpárút. Ugye ez a kerékpárút folytatódik majd Szob és Ipoly Damás között, ez már épül is. És onnan Ipoly Damástól pedig Letkésig szeretnénk fölvinni ezt a kerékpárutat. Ezzel bizonyos értelemben kinyitjuk az Ipoly völgyét. A kinyitásnak a másik eszköze a folyó maga, az Ipoly, mert szerintem a legegzotikusabb, legkülönlegesebb folyó Magyarországon. Tökéletesen alkalmas arra, hogy evezős túrákat szervezzenek rajta, de ahhoz, hogy ez jól működjön, kellenek kikötésre alkalmas helyek.
Ezért a Magyar Külügyminisztérium által adott forrásból telepítettünk pontonokat három helyen, Szobon, Ipolydamárton és Letkéssel, ahol ezek a csónakok ki tudnak kötni, és jó feltételeket adnak a csónakázni vágyók számára. A következő célunk az, hogy emellé teremtsünk, létesítsünk olyan szaniter konténereket, ahol tisztálkodni lehet, ahol felfrissülni lehet, tehát még komfortosabbá szeretnénk tenni ezt a fajta turisztikai attrakciót. Az, hogy ez működőképes, és már működik, hiszen ez nem a kezdete, ez már az eleje a történetnek, ez nagyon fontos partner volt Nyitra megye. Azzal, hogy egy EGTC-t, tehát egy Európa Területi Társulást hoztunk létre közösen Nyitra megyével, Pontibusz néven, hiszen ez a mi pályáztunk, mint Pontibusz erre a forrásra, és mi, mint Pontibusz szervezzük a polgármesterekkel, a szakértőkkel együtt a fejlesztéseket, és hogy ebből olyan dolog valósuljon meg, ami számunkra a későbbiek során is eredményes lehet. Talán még egyet elfelejtettem mondani, bocsánat, ez pedig a jövő. Ez az elektromos kerékpár projekt, hiszen vásárolunk 21 darab elektromos kerékpárt, amely nagyon jól tudja majd hasznosítani a megépített kerékpárutakat, és olyan töltőállomásokat fogunk felállítani, itt Szobon is, Damásdon és Letkésen, ahol tölteni lehet, nem is a túlsó parton lesz még egy töltőállomásunk. Tehát foglalkozunk a múlttal, foglalkozunk a jelennel, és foglalkozunk a jövővel. És én azt gondolom, hogy ez csak a kezdete annak, hogy milyen módon lehet kinyitni ezt a térséget, milyen módon lehet dinamizálni, és ehhez mind a két megye részéről megvan a kellő elszántság, és ezt köszönöm az alelnök úrnak, köszönöm elnök úrnak, és a közösségnek, amelyik itt áll mögöttünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.